Dózs Dávid képviselőt illeti a szó, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt miniszterhelyettes úr. Akár azzal is kezdhetném, hogy talán a mesében sincs ilyen, hiszen ezzel a mondással tudnánk leginkább jellemezni azt az ellentmondásos helyzetet, hogy egy héten belül az ország átélt egy mindent elpusztító aszályt és vízhiányt, majd ugyanezen a héten, pár nappal később pedig egy szintén a fél országot veszélyeztető özönvizet, árvizet. De miért is beszélünk mi erről itt a parlamentben, és miért nem hagyjuk ezt a témát a klímaszakértőkre vagy a hidrológusokra? Mert ez nem csupán az időjárás szeszélyessége, hanem ennek a helyzetnek az egyik fő oka az önök és a magyar politika elmúlt évtizedeinek a folyamatos mulasztásos hibája. Hiszen ennek az országnak 300 éves elmaradásai vannak az átgondolt és fenntartható vízgazdálkodással kapcsolatban. Egyes tervek már rég megvannak, a megvalósítás hiánya azonban már önöket is terheli, immár több mint 14 éve. A Mi Hazánk mozgalom itt a parlamentben és a gazdákkal karöltve egy gazdatüntetést tartott, melynek során a vízgazdálkodás azonnali elkezdését követeltük a kormánytól, és egy petíciót is átadtunk a Csongrád család vármegyei kormányhivatal számára. Egyik fontos követelésünk a Duna-Tisza csatorna befejezése, ami komolyan enyhíthetne többek között a 20 éve félsivatagnak nyilvánított homokhátság helyzetén, valamint a most levonuló hasonló árhullámok kockázatán is. A másik pedig, hogy ne levezetni akarják rekord gyorsasággal az életadó vizet az ország területéről, hanem raktározzuk inkább el azt. A Tisza mentén, a Tisza völgyében visszavezetnénk a folyó környezetébe a többletvizet a tájba. Az elkultjavetélt állami földeket pedig nem eladni, hanem például elcserélni kellett volna azokkal a gazdákkal, akik mondjuk mélyártereket birtokolnak. Miniszter úr, miniszterhelyettes úr, az lenne a kérdésem, hogy bár agrárminiszter úr elmondta egy interjúban, az Európai Uniós forrásoknak az ide nem érkezése miatt nem kezdődött még el az igazi vízgazdálkodás, de azt gondolom, hogy ez sem lehet megfelelő ellenért, hiszen ez a probléma ez nem most az elmúlt egy-két évben kézzelfogható, hanem már jóval előtte is az volt. Éppen ezért, tisztelt miniszterhelyettes úr, következő kérdésekre várnám a választ. Mikorra várható, hogy a kormány végre nekilát a vízgazdálkodás problémájának a megoldásához, illetve mekkora vízmennyiséget tudtunk idén víztározókba átemelni a például most levonuló rekordmagas vízszint mellett? Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen, képviselő úr! A válaszra megadom a szót Szepek Gábor miniszterhelyettes úrnak. Parancsoljon, miniszterhelyettes úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, köszönöm a lehetőséget. Őszintén szóval meglepődtem azon, hogy pont az önök frakciójától nem egy mélyebb laudációt kapott a vízügyi szakma, ugyanis ma 2024. szeptemberében nem lehet úgy vízről beszélni, hogy ne a köszönet legyen az első szó, amelyet a vízügyi szervek és a vízügyi kormányzat felé közvetít a megszólaló az árvíz kapcsán. Akkor én megtenném ezt újra, az előző interpelációhoz kapcsolódóan már megtettem, de alig ha nem, ez ma sosem elég. Engedjék meg, hogy néhány tényt rögzítsünk is az árvízzel kapcsolatban. 2 millió homokzsákot és 55 000 tonna homokot használt fel a vízügyi, igazgatási alrendszer és az önkormányzati alrendszer közösen. 2024. szeptember 19-én több mint 6 000 fővel vettünk részt a védekezésben, és ehhez jöttek még hozzá szép számmal az önkéntesek. 2024. szeptember 21. napján ahhoz, hogy feladataikat teljesítsék az érintettek, 5500 kilométert kellett gyalog megtenniük és végigjárni a szakaszokat. És ami a költségeket illeti, ez jóval a 2013-as Dunai árvíz szintje alatt maradt, tehát a vízügyesek jó munkát végeztek, és Magyarország megvédte önmagát. Ahhoz, hogy a megfelelő következtetéseket le tudjuk vonni, ahogy már többször elhangzott ma is, a kormány a vízügyi igazgatási szervektől egy jelentést vár, amelyet az október elejé ülésén napirendre is fog tűzni, és mérlegeli azt, hogy
az elmúlt időszakban árvízvédelemre fordított 400 milliárd forint, és azon belül a dunai védekezésre fordított 150 milliárd forint vajon elégséges volt-e? Tisztelt képviselő úr! Emellett valóban fontos téma a víz visszatartás kérdése, amely a jövő nagy problémája lesz a vízügyi szektor számára. Nem taxatív, inkább exemplifikatív módon engedjen meg egy felsorolást arról, hogy mi az, ami az elmúlt időszakban történt a vízügyi kormányzat terén. Árvízvédelmi tározókat létesített 2010 után a kormány a Tisza mentén 147 milliárd forint értékben. Ezek egyharmadnyi balatoni vízmennyiséget képesek tárolni. Közmunka útján 8 új tározó létesült, 5 millió köbméter vizet eltárolva. Ahogy ön is utalt rá, zajlik a Vizet a tájba program, ez a felső Tisza vidékét érinti, a tervezés és engedélyezés lezárult, és 22 milliárd forintnyi végrehajtás kezdődhet meg első ütemben, melynek célja a talajvíz megfelelő szintjének biztosítása. Végül egy olyan munka végén állunk a homokhátság kapcsán, amely egy széleskörű engedélyezési és tervezési eljárást rejt magában, és ez a munka is befejeződött, átléphet az ütemezett megvalósítás irányába. Tisztelt képviselő úr, ami az Európai Uniós forrásokat illeti, aztán nem a kormányon kéne számon kérnie, hanem az európai baloldaltól, ők dolgoznak azért, hogy a hazánkban járó források ne érkezzenek meg időben. És tisztelt képviselő úr, az eddigi beruházások és emberfeletti erőfeszítések komoly eredményt hoztak, ezért kérem tisztelettel, hogy becsülje meg a vízügyi szakemberek erőfeszítéseit. Köszönöm, hogy meghallgattam. Most megkérdezem Dózs Dávid képviselő urat, hogy elfogadja-e a miniszter helyettesi választ. Parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Természetesen nem tudom elfogadni a választ. Azért nem tudom elfogadni a választ, mert a vízügyi szakemberek munkáját mindenki nagyra értékeli, magam is, és úgy gondolom, hogy pártársaim is serénkedtünk a gáton. Éppen ezért át tudtuk érezni a bajba jutottak helyzetét, viszont nem ez volt a kérdés. A kérdés az volt, hogy ebből a rekordmennyiségű vízből, ami most átfolyt az országon, miért nem tudtunk lényegesen többet megtartani, hiszen az ország több területéről érkeztek olyan felvételek és fotók, ahol komplett víztározók vannak teljesen kiszáradva, úgyhogy a gát másik oldalán pedig rekord magasságú volt a Dunának a vízszintje. Éppen ezért nem tudjuk, hogy ebből mondjuk miért nem lehetett ezekbe a tározókba mondjuk vizet átemelni. És a homokhátságon nem igazán segít az, hogy átléphetne valami a munkafázisba, hiszen az idei évben az önök kormánya 398 milliárd forintot csoportosított át és vont el ettől a térségtől, ami a probléma megoldására végképpen úgy gondolom, hogy nem volt kihatással. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm.